Oroszlán, március második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Pozitívum, pozitív események. Na nézzük. Kilences, de csodálatos. Csodálatos rózsák. Pénz, anyagi siker, bőség. Ez mind-mind ide tartozik. És a Vénusz kártyája, és a Március, a Vénusz márciusban nagyon kellemes meglepetéseket fog hozni az embereknek, mert ö, nagy hatása lesz a Márciusra. És ugye a Vénusz az maga a pénz, az anyagiak, a szeretet, és ez a kártya is ez. Ez a bőség, Vénusz, Vénusz energia. Mi van itt még? Úton van valamilyen kellemes meglepetés. Például a Vénusz és az Uránusz adhat ilyen meglepetést. Március végén valamilyen kellemes. De ez lehet egy kellemes utazás is, mert a, a lovacska hozhat híreket, de utazást is adhat nekünk valamilyen nagyon kellemes dolog. Személy is lehet egyébként, ez lehet egy új párkapcsolat. Kapunk még egy lovacskát. Valami begyorsul. Valami gyorsan fog történni. Lehet, hogy jön egy ajánlat, és gyorsan kell ezt rá válaszolni, reagálni. Ilyen is lehet de megint csak hírek. Mi lehet itt még? Levegő energiatomból. A polútó most csillagjegyet fog váltani, és a vízöntőkbe fog belépni. A vízöntő az levegő energia. És ez valamilyen kezdés. Egyébként is egy új korszak kezdődik, mert a vizöntő korszak kezdődik, és itt el lehet kezdeni, vagy tanulást például, nagyon jó ez a kártya, tanulni. Vagy valamit dokumentumokkal kapcsolatos lehet ez. Valamit elindítani, főleg, hogyha régóta, régóta ez már ugye ugye tervben van, hogy na most ezeket a dokumentumokat elintézem. Nagyon jó. Ha külön nézném a kártyákat, és nem pozitívumot, negatívumot, akkor azt mondanám, hogy van egy figyelmeztetés. A háttérben lehet valamilyen rossz akaró, aki úgy figyel minket, figyelget. Jó? Hát, ha valakinek külön Kell egy ilyen információ. Valamilyen rossz akaró. Akár, akár belenézhetnek a telefonunkba, akár az interneten is leskelődhetnek utánunk. Jó, amire oda kell figyelni, valamilyen rossz akaró. De pozitívumot nézzünk, úgyhogy áttérek a pozitív dolgokra. Gyermekekhez kapcsolódik ez a kártya például nagyon jó hírek, ügyintézés valami, ami a gyermekekkel kapcsolatos lehet. Lehet ez egy iskolaváltás például. Nagyon jó. Vagy a gyermekünk levizsgázik sikeresen. Ilyen is lehet. Na nézzük csak tovább. Kettes. Szerelem van a láthatáron. Igen, igen, határozottan valakinek, tehát kaptunk egy megerősítést. Igen, de ez a kártya, ez maga a partnerség is. Jöhet egy olyan partner az életünkben, akivel meg lesz a, az együttérzés, akivel meg lesz az a bizonyos harmónia, az a megértés, tehát itt nem kell kompromisszumot kötni, itt egyszerűen nagyon működik a kémia. Lehet, hogy... A párunkkal elutazunk, kellemes pihenés, kikapcsolódás, kellemes utazás. És a négyes, hát igen, ez a kártya, ez maga a pihenés, a megállás, a szabadság, a regenerálódás. Így van. Így van. Így van. Kaptunk egy megerősítést. Nagyon jó. Tehát van pénz is, van boldogság is, párkapcsolat. Új párkapcsolat, új partner jöhet, akár szerelmi partner, akár üzleti partner is jöhet itt. Szabadság, pihenés, ami külön szeretnék mondani, ahogy mondtam, ha nem nézném a pozitívumot, a negatívumot, akkor külön figyelmeztetés valakinek, hogy van egy rossz akaró, vagy a rossz akarók. Mert kettő személy is van itt, és ez a kártya, ez a négyes, és megint csak kardok, három darab kard van, egy nehezebb időszak után szokott kijönni, nagyon gyakran egy konfliktusos periódus után szokott kijönni. Tehát ez külön figyelmeztetés azért valakinek, hiába itt pozitívumot nézem. De a pozitívum csodálatos, jó? Negatívum. Mi az, amit el lehet kerülni? a pénzre vigyázni kell. Van bevétel, van kiadás. Lehet, hogy a kiadás sokkal, sokkal több, mint a bevétel. Sokkal nagyobb. Jó. Mire kell még odafigyelni? Aha. Például, ha olyan környezetben vagyunk, ilyen környezet. Ez a múzsa, környezet. Mit jelent ez? Ö Hát egy. Olyan emberekkel vagyunk együtt, akik levegő energiát szimbolizálnak. Például az egyik lehet vizöntő, a másik mérleg, a harmadik ikrek, akkor jön még egy vizöntő, még egy vizöntő, még egy mérleg, és akkor jön a konfliktus. Lehet egy konfliktus. Nem fogunk megegyezni. Erre kell odafigyelni. A másik, például a levegőhöz mi tartozik? A repülő. A repülő utak. Ez is levegő. Mi tartozik még ide? Az internet. Jó? Valami internettel kapcsolatos. Lehet, ugye most már ismerkedünk is az interneten. Lehet, hogy olyan lesz az az ismer, ismerős, akit megismerünk, aki csak kihasznál minket. Jó, és ahogy mondtam, itt az interneten is leskelődhetnek utánunk. Tehát valami levegővel kapcsolatos, erre megint csak kaptunk egy megerősítést. Ez egy figyelmeztetés, ez egy erős figyelmeztetés valakinek. Mi lehet itt még? És megint levegő energia, megint kardok, félelem, félelmek. Az oroszlán nem félős, de ő is ember. Jó, lehet valamilyen félelem, vagy egy kis depresszió is lehet. Mi lehet itt még? Aha, szerelem. Jöhet egy új szerelem? Jó, tehát az internetes ilyen ismerkedésekkel vigyázzunk, jó? Ehhez a kártyához a szeretők is ide tartoznak. üzleti partnerség, vigyázni kell. Hatos, megint, megint, kaptunk egy megerősítés, a pénzre, a pénz, pénzre vigyázni kell. Lehet, hogy kölcsönkérnek tőlünk pénzt, hát akkor nem adják vissza. Mire kell még vigyázni? Uh -huh. A hirtelen döntésekre. Tehát forró fejjel nem, nem kell dönteni, hogy kész, akkor most mindent ott hagyok, csapott papot, és megyek a saját fejem után. Új életet kezdek, most azonnal. Jó? Nem biztos, hogy jó döntés. Picit várni kell. Tehát aludni kell rá egyet, mielőtt otthagyjuk a, a régi életünket, a munkahelyünket, vagy a párkapcsolatot. Jó? Szokott olyan lenni, hogy vannak rossz akarók, és egyszerűen valami rosszat mondanak a párunkra, és az nem igaz. Jó? Tehát. Aludjunk rá egyet, mielőtt meghozzuk a döntés. Ez a tanács. Hetes tűzenergiát kapunk. Hát kaptunk egy megerősítést, hogy ne engedjük, hogy sarokba szorítsanak minket. Itt vannak a félelmek, a félelmeink. Ne engedjük, hogy sarokba szorítsanak. Igen. Nagyon gyakran mi saját magunk, Ellenségei vagyunk? Igen, igen, nagyon gyakran a félelmeink nagyon tudnak minket korlátozni. De ez a kártya azt üzeni, hogy le tudjuk győzni az ellenséget. Még ha lehetetlennek is tűnik ez a győzelem, akkor is sikerülni fog. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!